Üdvözlet mindenkinek! 2023. február 9-e van, ez az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal Magyarország nemzetközi helyzetéről lesz szó, illetve az újra elő előbukkanó nagy Magyarország gondolattal, milyen hatással is van ez az országunknak politikai megítélésére. Mielőtt ezt elkezdjük, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Azt hiszem, hogy én már korábban is megosztottam az elképzelésemet Magyarországgal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez csak beigazolódni látszik, hogy ez úgy volt, hogy én azt gondoltam, Magyarország egyre inkább tendál, Tőlünk keletre, hogy most ez azzal fog járni, hogy Oroszország, Kína, India oldalán találjuk magunkat az esetleges nemzetközi konfliktusokban, azt nem tudom, de az nyilvánvaló, hogy évek óta tart ez a folyamat, amikor is az ország csúszik egyre inkább távolodik az Európai Uniótól. Most arra nem szeretnék kitérni, hogy a politikusok jók, nem stb. Mindenki korrupt, aki a politikával foglalkozik ilyen vagy olyan formában. Én nem hiszem, hogy bárki is jobb vagy rosszabb. Szóval ettől függetlenül próbálom én vizsgálni az eseményeket. Nézzük meg ezt a rövid videót, és akkor utána talán világosabb lesz, hogy miért is gondolom azt, amit mondok. Nem kormányzókat, meg nem helytartókat fogadunk, akiket feltételezem azért küldenének ide, hogy megmondják nekünk, hogy mi hogy éljünk a saját hazáinkban. Ennek a korszaknak vége van. Magyarország egy szuverén ország. Nekünk senki nem mondhatja meg kívülről, hogy hogy éljünk. Ezért aztán érdektelen, hogy más ország állampolgára, legyen az egy nagykövet is, mit gondol magyarországi belpolitikai folyamatokról. Majd a magyar emberek eldöntik, hogy a kormány jól dolgozik-e vagy sem, elégedettek-e vele vagy sem, és a soron következő parlamenti választáson ezen akaratukat kifejezik, mint hogy kifejezték az elmúlt években is elég egyértelműen, még akkor is, hogyha a világ más tájairól, talán onnan is, ahonnan a nagykövetúr érkezett. Ezzel ellentétes döntéseket próbáltak meg inspirálni, sőt, akár még finanszírozni is. Úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű üzenet, hogy most pontosan kiről beszél, melyik vezetőről, azt nem tudom, de a, az üzenet az egyértelmű, mégpedig az, hogy Magyarországnak nem fogja megmondani senki, hogy mi az, amit csináljon, különösen nem nyugatról az Európai Unióba. Hogy most ez veszélyesen ránk nézve, vagy sem ez az eltolódás, én nem tudom. Az biztos, hogy a nyugat-európai társadalmak az összeomlás szélén vannak, és az erkölcsi romlás az ennek az egyik legfontosabb oka. Hogy számíthat-e valami jóra a kelet, nem hiszem, de az, az bizonyosnak látszik, hogy az a teremtő haragja az összpontosul, a fejlett nyugati országokon, hiszen ők azok, ahonnan, különösen Amerika és Anglia, ahonnan terjed ez a retardált életforma, amely, amely, minden területére kihat a hétköznapoknak. Én azt akarnám gondolni, hogy ez egy jó folyamat, számukra talán kedvezőbb, hogyha ha mozdulunk keletre, de mivel úgyis az egész világot érinti majd az a folyamat, ami következik, illetve ami már megy, nem hiszem, hogy nagyon el tudjuk kerülni a sorsunkat, vagy bárhol is el lehet menekülni Európában, de akár a világban sem. Megmutatom ezt a következő videót, mert ez egyértelmű provokáció legalábbis amennyire én értem azt, amiről beszél, és ahogy elgondolom, hogy a nemzetközi politika hozzá majd ehhez. Van ez a Fáre nevű szervezet. Biztosan hallottunk már róla. Ez a FARE nevű szervezet, ez gyakorlatilag egy ilyen önkéntes munkásőrök szervezete. Ez egy olyan szervezet, amelynek tagjai azért élnek, hogy feljelenthessenek. Feljelentessenek embereket teljesen agyament módon. Ezek az emberek valószínűleg még nem élveztek egyetlen egy futballmeccset se, sose azért mennek ki a stadionokba, hogy jól érezzék magukat, hanem hogy nézzék, hogy mit lehet feljelenteni. Mondjuk Magyarországon szerintem senki nem élvezett még futballmeccset. De nem, nem ez a lényeg. És jól láthatóan fogalmuk sincs a történelemről. Tehát feljelenteni minket azért, mert az úgynevezett Nagy Magyarországot ábrázoló zászlók jelentek meg egy stadionban, ez a történelmi ismeretek teljes hiányára van. Tehát feljelenteni minket azért, mert az úgynevezett Nagy Magyarországot ábrázoló zászlók jelentek meg egy stadionban, ez a történelmi ismeretek teljes hiányára van amit itt Nagy Magyarországként írunk le, az egy történelmi tény. Az nem revizionizmus, nem a szomszédaink fenyegetése, nem nacionalizmus, az egy történelmi tény. Valamikor nézett ki így Magyarország. Valamikor volt ekkora Magyarország. Most nézzetek, nekem van két általános iskolás fia, Mind a kettő utánpótlás labdarúgó. A nagyobbik az már felsős, és ő tanulnak történelmet. És ha jól láttam múltkor, történelmatlaszukban már vannak olyan képek, amelyek, ahogy Történelme alakult Magyarország területe, ha volt olyan időszak, amikor ekkora volt Magyarország. Most mondtad, a következő mérkőzésén a Dunakeszi Városi Sportegyesületnek a Fára ellenőr kitépeti majd minden gyerek atlaszából ezt a képet? Érdekes, amiről beszél, hogy Magy Magyarország, ez, ez újra és újra előkerül, ez a gondolat, és ez az egész abszurd számomra, lehet, hogy majd egy következő videóban kitérek rá. Láttam egy nagyon jó kis összefoglalót ezzel kapcsolatban hogy minek is akarná bárki, hogy Nagy Magyarország létrejön, ez, ez egy rejtély számomra, mikor azon a területen már sokkal több idegen él, mint amennyi magyar. Nem tudom, hogy mi haszna lenne az országra nézve, és hogyha hozzánk csatlakozna több millió szlovák, cseh, illetve román, meg ezeken kívül még ki tudja, hogy a délszláv államokból mennyi ember, vagy majd azok elfogadnák Magyarország, a magyarok irányítását? Mi lenne a közös nyelv? Hogy alakulna a gazdaság? Semmi értelme az egésznek. Ez csak egy provokáció, hogy az embereket felszítsák, és ez legfölülről származik ez az elgondolás. Ezt nem Szijjártó Péter találja ki, vagy Orbán Viktor, hanem ez így manipulálják a világot azok, akik uralják és irányítják azt. Ezt szerettem volna megosztani ebben a videóban. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Hamarosan még jelentkezem Magyarországgal kapcsolatban, de legyen elég egyelőre ez, mindenkinek a legjobbakat, halleluja!